Sziasztok! Köszöntök mindenkit! Újra vidáman. Képzeljétek el, tegnap elmentem vásárolni. Pontosabban csak kísérő voltam. És az itt szerzett tapasztalatokról szeretnék most egy picit mesélni. Mert beszartam megint. Fővárosra a bevásárlóközpontja, mindegy mi a neve, nincsen jelentősége. Egyforma mindegyik. Bemegyünk. Hozzátartozik a dologhoz, hogy nem tudom, mi van, még messze van karácsony, vagy már elköltötték az emberek a pénzüket, hogy ennyire nincsenek sokan. Bemegyünk az első butikba, mindegynek az a marad jellemzője, hogy ott van 4-5 fiatal lány, legény, és azzal kezdik, hogy te belépsz, hogy szabályosra lerohannak, hogy miben segíthetnek. Hát először is abban, hogy szeretnék bejutni a butikba. Én onnan örülök, ha valaki ilyen segítőkész. Jól esik, csak azért azt tudomásul kéne venni, hogy vagyok olyan nagyfiú, hogy bemegyek, nem mindig tudom, mit akarok, hadd nézzek körül, és ha majd eldöntöttem, hogy nem találom, amit keresek, akkor oda megyek és megkérdezem. Tehát ez a másik véglet. Nyilván az se jó, ha órákig kajtatsz egy eladó után is nincs, de ez se, hogy nem engednek levegőhöz jutni. Na, bejutottunk, rajtunk kívül senki a butikba, sétálok, és azt tűnt fel, hogy mögöttem, ilyen 1-2 méterre lemaradva, 2-3 eladó hölgyék eljön utánam. Nem igazán tudom, hogy miért. Tehát most a nagy népszerűségemnek köszönhető, vagy azt gondolják, hogy lopni akarok. Na most, ha lopni akarok, akkor van olyan nézegetnek, úgyis tudják, hogy ha valamit akarok, akkor el fogom vinni. De azért az ember, ahogy fel van öltözve, meg ahogy viselkedik, nem valószínű, hogy itt a 115 kilómmal mondjuk egy bodyval kirohannék a butikból, gyorsan menekülve. Nem is ez a lényeg. Kezdett zavarni a dolog, aztán, hogy az én formám, amilyen megfordultam, és megkérdeztem a hölgyeket, hogy akkor én miben segíthetek, ha már itt állnak mögöttem egyfolytában. Hát persze zavarba jöttek, és békén hagytak. Hát ez az egyik, amit nem nagyon értek. A másik, ami a nagyobb problémám, nem probléma, csak ezen döbbentem a legjobban. Képzeljétek el, 2017-ben Magyarországon az egyik legnagyobb bevásárlóközpontban nincs férfi méretű ruházat. Bementünk egyik kis butikocskába, aminek megint nem mondom a nevét, Z-vel kezdődik, arára végződik. Ugye elsősorban fiataloknak árulnak itt ruházatot, de én is tudtam még 1-2 éve ezelőtt néhány dolgot venni magamnak, ami nem annyira gáz, így az 50 éves fejemnek. Miért ne menjünk be, nézzünk körül. Ugye roppant leleményesen a hülyék kedvéért kírják azt, Zara Kids, Zara Women's, Zara Men's. Mintha annyira hülye lennék, hogy azt gondolnám, hogy mit tudom én, 2017-ben a fasziknak szoknyát kell hordani, és mit tudom, tülberakásos buzd, és ott kóvályognék a women osztályom. De nem vagyok ennyire hülye, megtaláltam, hogy valószínűleg a men vonatkozik rám. Bementem, és azt hittem, hogy ez a Kids 2. Így ránézom méretekre. De hát mondom, ez biztos csak az első sor, a nagyobb ruházat az beljebb van. Bemegyek, és elkezdem nézegetni a sima, egyszerű pólókat. Egy fekete pólót néztem, bele van írva, hogy 2XL. Nem akasztottam le, csak így néztem, 2XL, hát mondom, az gáz. Nekem általában 3XL-es kell mindenből, de hát fene tudja. Megpróbáljuk ezt is. Hát jó, leakasztottam, hát nem kellett volna. Megpróbálom nektek így méretarányosan mutatni. A 2XL-es férfi póló a válbősége, így, tehát körülbelül ekkora. Azon gondolkodtam, hogy eltévedtem, hogy ez valami játékosztály, és szerintem kabaláknak, vagy mit tudom én, játékmaciknak, esetleg kerti törpének árulnak bútorokat, árulnak polókat, amiket ide kell pajszolni. Mert ilyen faszi nincs. Tehát ekkora válbőséggel faszi nincs. Tehát a csecsemőknek van ekkora válbősége körülbelül, meg ugyanekkora fejük is. Nézem a többit, és mind ilyen. A legfaszábbak az öltönyök. Hát azon beszartok. Az öltöny úgy van megcsinálva, ugyanakkor a vál, lefele szélesedik, és picsánál a legnagyobb a gatya. Tehát a gatya az ekkora seggel van gyártva, és megint megy össze. Tehát erre a kovászos uborka fazonra vannak gyártva mind. Aztán furcsán kezdtem magam érezni,
mintha olyan tudod, nem illesz oda valahova. És felemelem a fejem, nézek körbe, és akkor látom, hogy elég sokan bámulnak, mondjuk ezt megszoktam, de ez nem az a bámulás volt, hanem itt fiatal srácok voltak szinte csak benn, fiatal kislányokkal, ami megint nem baj, mert nekik van ez a butik, de egytől egyig, azt néztem, vagy ilyen 51 néhány kilós kisfiú, vagy a másik villet, kurva kövérek. Ugyanaz a korosztály, de kibaszott dagat ekkora picsával. Akkor megértettem mondjuk az öltönyt egyből, hogy kire gyártották, és ilyen testidegennek éreztem magam. Aztán megláttam az eladókat. Tudjátok, melyik kategória ez. Roland, gyere a pénztárhoz. Köszönöm, Roland, gyere! Ez. És kimenekültem a picsába. Sziasztok!